Köszönöm a szót, tehát 6-3 Csaba vagyok, mint ahogy Mizser Attila is bekonferált előre. Hát szeretném bemutatni azt a nagyon szívbéli erekjét, ezt a Szent Mártoni Béla távcsövet. Ez egy 150x4465-ös RFT, tehát még az 1960-as években azért nem úgy volt, mint a most, ahogy elmegyek a boltba és veszek egy távcsövet, azért most azért 60-as években sufni tuning volt, tehát amit talált az ember, abból készített távcsövet. Hát ugye látható a fényképen ez a kis reflektor, ezen még a legelső eredeti állványzaton van, és utána Béla bácsi 68 körül építette ezt a különleges villás megoldást, és akkor azon egy másik három láb szerepel. És ha a kamera erre tudna fordulni, és utána ez volt a végső megoldás. Tehát ez a különleges, ez egy masszívan megoldás volt, és akkor ezzel már komolyan megfigyeléseket lehetett végezni. Na, menjünk tovább. Hát ugye ez az eredeti fotó, ez a teljes fotó, ami látható, amit Béla bácsi nem csak ezt a távcsövet építette, ami itt látható, hanem épített egy közel 20 cm-es másik távcsövet, és is mellette egy hosszú fókuszú refraktor van, itt pedig egy ilyen fényérős kis refraktor. Na és ez a 150x460-as RFT, hát abban az időben még ugye 1200 meg 1500 mm fókuszú tükröket csiszoltak, mert akkor még az emberek úgy annyira nem tudtak olyan jó fényerős tükröket csiszolni, hogy rövid fókusz legyen és nagy fényerő, nagy látómező. Tehát ez még az 1960-as években volt. Na és hogy jutottam én ehhez az egészhez hozzá? Hát ugye 1990-es években volt egy olyan lehetőségem, hogy megismerhettem az Albireo klubot, és akkor 1993, tehát egy 94-es legelső számot, amit megkaptam, és akkor abba a folyóiratba kezdtem a nap megfigyelésén, még akkor még rajzos időszak volt, tehát akkor még abban az időben nem volt olyan, hogy digitális technika, még a filmes korszak is még akkor még nagy szám volt, hogy hű, most fotóra majd bármilyen filmre fényképezünk, ahhoz kellett külön vezetés, kellett ez, stb. És akkor én a rajzaimat fogtam, szépen kettő darab rajzot készítettem. Az egyik ment az MC-je, még a régi CBK oldalra, és a másik ment az Albireo klub részére. És akkor a napmegfigyeléseket készítettem, tehát az egyik rajz ide ment, postán ide, postán oda, és akkor itt látható az Albireóban egy bemásolt oldal, tehát ott a nevem is szerepel. Ja, nem, vissza. Nagyon megnyomtam. Na, tehát itt szerepel a nevem. Még akkor a 160x1000-es Newton távcsövem volt. És én végeztem, már akkor is én vezettem torony magasan a nap megfigyelést. Tehát egy-egy havi megfigyelési kidolgozás, mert azért ugyanolyan pontosan kellett szépen rajzoljak, néztem az eredetit, rajzoltam, néztem, rajzoltam, és akkor körülbelül olyan másfél hétbe került, ami manapság olyan másfél másodpercbe kerül. És így nézett ki abban az időben egy napésztelésnek a beküldés, hát rublika szerűen nem csak én szereplek, a legtöbb része én szereplek benne, úgyhogy ez így nézett abba az időbe ki. Na és miért és mikor került hozzám ez a Szent Mártoni Béla távcső? Hát ugye Rezsabek Nándi, az Albireo klubnak a legutolsó vezetője, a szívbeli nagyon jó barátom, 2013 júliusában személyesen megkeresett, utána telefonon is, és az ő javaslatára, felújításra és használatra hozzám került ez a Szent Mártoni Béla távcső. Hát ugye itt látható az Albireo klub, hát az már sajnos nem működik. És itt még a régi fényében van a távcső, ez csak egy olyan. Na és akkor 2013. augusztus elején próbáltam olyan emberkét keresni, aki esetleg el tudna a Zalaegerszegről Hajdúhatházra Debrecen mellé, hogy a közel helye, közel 500 km-re lakom tőle,
és akkor telefon, e-mail, stb., hogy hogyan fog hozzám eljutni ez a nagy, nagyon nagy erekje. A szegény távcső abban az időben nagyon rosszul nézett ki. Lent volt egy garázsban, tiszta por, stb. A tükröt beszőtte a pók, tiszta sár volt, rossz állapotban volt a távcső. És akkor 2013. augusztus 4-én Murányi Lajos, nagyon jó barátom, felajánlotta azt a segítséget, hogy az Alegerszegről lehozták neki Mátrafüredre, Murányi Lajoshoz, és akkor Murányi Lajos barátom segítségével érkezett hozzám. Juhász Tibi volt az előző képen, ha visszamegyek, tehát Juhász Tibor, a régi albireos vezető. És akkor érkezett hozzám, nem sokkal, augusztus 18-án, és büszkén átvehettem azt az érzést, nem lehet elmondani. Úgyhogy Magyarországon ez az egy darab távcső maradt fönt, és annak vagyok a büszke tulajdonosa. Itt lehelyezésre kerül, fordítva kellett volna a képet, nem probléma. És akkor itt kerül átadásra. Nos, és ha megnézzük, ez Szent Mátoni Bélának a eredeti kézírása, tehát a kamerához közel viszem. Ez Béla bácsinak az eredeti kézírása és az eredeti tubus fedél. De ezt ide leteszem. És akkor kezdtem megismerkedni a távcsővel, hogy is néz ki, mit kell vele csinálni, meg stb. És én azt láttam, hogy ez nagyon sajnos szegény, nagyon rossz állapotban van. Gondolkodtam, mit is kezdjek ezzel. És akkor az egy másik ide, és akkor ehhez a távcsőhöz nem csak a távcsövet kaptam magát, hanem ehhez kaptam különböző kiegészítőket, amit Béla bácsi saját kezűleg használt, és ezzel észlelt, és nagyon sok mélyig objektumot észlelt, kettős csillagot és különböző üstököseket, amit tegnap volt az előadáson kivet. Ezt majd nyugodtan meg lehet nézni, egy 20 mm-es kernel okulár. Ez pedig egy egyszerű 7,2 mm-es okulár. És itt vannak különböző színszűrők, citromsárga, vörös, és itt van egy zöld. Hát ugye különböző eszközöket készített, különböző szűrők, ugye ebből sajnos már kettő darab megfakult, mivel még abban az időben nem volt, hogy bemegyek a boltba és veszek különböző szűrőt. Ebből kettő szűrőt, egy zöldet és egy sárgát összetett, és ebből lett egy zöld. Hát ez már sajnos megfakult, kettő darab, ebből már nem használható. Ez viszont szuper, mert ez egy holt szűrő, ezt a mai napig is lehet betenni az okulárba. És akkor eltelt egy-két év, és akkor 2014 nyarától kezdődött a felújítás. Hát ugye most nem tudtam mit kezdeni, nézegettem, írtam a neten, oldalt azt nem mondok, mert az nem publikus, a különböző netes oldalakon néztem, hogy nézhetett ki eredeti állapotban a Szent Mátoni Béla távcső. Hát még ez a felújítás előtt volt, így nézett ki, ugye a bizony a koszt, meg minden kitakarítottam belőle, hát ugye azért 1960-as évektől kezdve 2014-ig azért a festés, meg a belső része azért nagyon-nagyon megsérült. És legelső felújítás a főtükörtartó, ez. Itt hátul. Tehát ezt fújtam le olyan színre, ami a fényképen is szerepel. Hát így látható a fényképen azért az idő megette, egy pár évtized elmúlt, és akkor gondolkodtam benne, hogy mit is kezdjek vele. Alapozó festék. Nem a végleges színe, a régi színe nem ez volt. Ezt, amivel dolgoztam, az volt nálam, alapozó szín, lekentem, ez a tubus. És ez a mechanikai része. És akkor így nézett ki a távcső, ez csak egy alapréteg, mert ez egy ipari festék, amivel lefújtam, lekezeltem, ez 2 heten betelt. Részletesen megnéztem, és ez 2 heten betelt.
másik kép, hogy azért jobban nézzen ki. Már azért látható az a kis kereső, a kis 6x30-as kereső, az már színt kapott, tehát ez már szépen megújult. És ami a következő, autóbusznak a belsejét, voltam iskolás, voltam kisgyerek, és ámultam és néztem, hogy mit lehet. Matt fekete tábla, iskolai festék, azt a mai világban már beszerezni nem nagyon lehet, de nekem még a 95-ös években maradt fönn festékem, és azzal szépen az egész tubusnak a belsejét kitettem, már picit csillog, de nem olyan nagy baj. De azért még itt látható, hogy a segédtükör meg a főtükör nincs felújítva. Na és ebben az évben megkerestem Kurucz Jani barátomat e-mailbe, hogy tudná-e vállalni a tábor kezdete előtt ennek a tükörnek a felújítását, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen vállalna, elküldtem neki a főtükröt. Ugye Béla bácsinak a saját kezűleg ráírta, hogy Szent Mártonő Béla Kaposvár és a paraméterek, amivel a távcső rendelkezik. Hát ugye sajnos nagyon rossz állapotban volt a Zenit Prizma, ami a hátsó részén látható is. Ez most volt múlt hónapban. Hát ugye nagyon nagy köszönet Kurucz Jani barátomnak, hogy ezt megcsinálta nekem, és az hatalmas megtiszteltetés. Ugye a gőzeléssel ért, hogy a régi alumínium réteget levette róla, és akkor a tükröt megfordítottuk, és akkor ez a tükörnek ez a felület az, mert ami a hátsó felirat van, az a hátoldal, tehát ez itt van egy pici sérülés, az nem számít. Na és akkor körülbelül olyan 8 nap után jön egy telefon, Csabikám, a tükröd elkészült. És itt látható a frissen egy órája legőzölt tükör, itt. És akkor rá körülbelül egy olyan szűk 10 nap, és akkor teljes pompájában tudtam azt a távcsövet összeszerelni, amiről eddig is álmodtam. És akkor nevet is kapott a távcső, nem akkor kapott nevet a távcső, nem az idén, hanem 2013-ban kapta. Tehát ezt úgy kell mindenki úgy vésse be a kis agyba, hogy ez nem csak egy távcső, hanem a Szent Mátoni Béla távcső. Tehát ennek a távcsőnek a neve hivatalosan is Szent Mátoni Béla távcső. És ez 2013-ban lett lefixálva. És megkapta azt a végleges szint, amit helyen közel 3 éve kerestem az interneten, nézegettem, leveleztünk, beszéltünk, nem az a színe, de én a fényképről megnéztem, Photoshoppal belenyúltam, és ez az eredeti szín, amit Béla bácsi annak idején megszínezte a tubust, és én örülök, hogy itt vagyok vele. Ez egy közelebbi kép, hát ott látható benne már az egy okulár. Nem ez, hanem azt hiszem, hogy ez. Na és akkor bekerült szerelésre a főtükör, és a főtükör mellé a Zenit Prizma, és itt látható egy ilyen kis fotókarton, ami az alkalomhoz illő, hogy ne élje a segédtükröt előről farcsfény, tehát ne legyen olyan a kép, hogy ilyen ne legyen olyan a kép, hogy igen. Na és akkor a teljes összeszerelés után én mondtam a bátyámnak, hogy fényképez már ezzel a távcsővel, és ő megtette, és mindössze a tábor előtt egy héttel készült ez a kép. És akkor az észlelések. Hát annyit mondanék az észlelésekről, hogy mivel még nem volt felújítva a távcső, ezzel néha-néha észleltem, mivel most már föl van újítva a távcső, ezzel már rendszeres változó csillag megfigyeléseket és mélyebb objektumokat fogok vizuálisan észlelni. Tehát én Béla bácsinak azt az utat szeretném követni, amit ő annak idején tett, és akkor majd rajzos megfigyeléseket is fogok beküldeni az oldalra.
Hát még a felújítás előtt, hát még akkor a nap volt, maximum vége felé, majdnem vége felé jártunk, ezzel a távcsővel készült ez a kép, és itt láthatok a három darab nap volt csoport. Ez még a felújítás előtt volt. Ez fénykép, egy digitális géppel készült, egy kis Kodak fényképezőgéppel. Ez csak egy ilyen próba volt, hogy néz, hogy milyen képet ad, de szerintem szuper. Na és ez a felújítás után volt, tehát ezt azért nem szerettem volna lerajzolni. Ez a felújítás után bejusztír, beállít, és amit elmondok, ez nem este készült, hanem délután 2 órakor készült, az első negyedben lévő holdról. Azért az, na nem semmi. Igen. Na és akkor a vizuális észlelésekről, ami jelenleg is folyik, nem csak a saját távcsövemmel, hanem amivel szeretnék is észlelni, majd fogtok vele találkozni különböző csatornákon, a változó csillagok észlelése, mély objektumok észlelése, különböző fényes dolgok, fényesebb üstökösök, egyebek, hát az egyebek a bolygók, meg stb., amit ez a távcső megenged. Viszont szívem szerint ez a távcső már egy nagy, óriási emlék, és egy óriási, a legnagyobb az egy ereklye. Tehát ez fölülmúlhatatlan emlék. És akkor Szent Márton Ibelát 1931-ben született, és azért sajnos 1988-ban hagyta itt a földi világot, tehát kevés idő volt arra, de amit tett, az forradalmi dolog, és ő róla mindenki példát vehet. És akkor a csillagvizsgálomnak a logója, amiben föl van állítva a távcső, és az Albireo Klub, melynek még most is képletesen vagyok tagja, mert sajnos azért már az Albireo Klub az már sajnos nem működik. Tehát ezt a pólót is direkt azért vettem föl. És nagyon-nagyon szépen köszönöm azt a megtisztelő figyelmet. Közben jöhetnek majd a kérdések, arra nagyon szívesen válaszolok, és köszönöm mindenkinek azt a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok és részt vettetek. Az picit sajnos rövid volt az előadás, de szerintem ennyi belefért. Nyugodtan kérdezzetek!